A Bolyai János Katolikus Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai közös tea délután tartottak december 10-én. Az oktatási intézmény ebédlőjében Gasperné Tilman Edina igazgató szólt a résztvevőkhöz, aki rövid köszöntő után kellemes délutánt kívánt a gyermekeknek. A diákok szüleikkel együtt vettek részt közösen az eseményen, ahol minden németet tanuló osztály külön produkciót mutatott be. Az előadásokat alapos felkészülés előzte meg, amelyet a diákok kitűnően oldottak meg. Először a negyedikesek adtak műsort diáktársaiknak. A jó hangulatú eseményen Szent Miklós legendáját is előadták a fellépők, amelyet az ötödikesek mutattak be a résztvevőknek. A felsőbb évesek közül a 6. osztályos németesek Hansel und Gretel, Jánoska és Margitka meséjét adták elő színvonalas produkció formájában az ebédlőben helyet foglaló nézőközönségnek. Volt egyszer egy szegény favágó és annak felesége két gyermeke. Fiú volt az egyik, leány a másik. A fiút Jancsikának hívták, a leánykát Juliskának. Nagyon szegény ember volt a favágó, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem, s majd felvetette a gond szegény fejét, hogy tudja eltartani a feleségét és két gyermekét. Egyszer csak elindultak az erdőbe, amelyből nehezen találtak ki, végül azonban apjuk segítségével sikerült. A nyelvtanulást rendkívül fontos már általános iskolás korban elsajátítani, amelyet a Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulói egy közös német nyelvi tea délután formájában ünnepeltek meg.